A mélyből kiáltó Jézus a bűnnek felvetetté. Rám fordult az álló Jézus, hogy szörnyű sötét az ég. Ha nem jössz elének Jézus, kialszik minden remény, és itt a fakében Jézus a mélybe veszek. Köszöntelek benneteket az apostol szavaival, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi megtartónktól. Amen. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy megtartottál a mögöttem levő időszakban, és magadhoz vetted édesanyámat. Köszönöm, hogy megadod azt a nagy kegyelmet, hogy hirdethetem a te csodálatos evangéliumodat, amiben erő van ebben a helyzetben is, sőt, most ebben a helyzetben lehet leginkább megtapasztalni a te evangéliumodnak az erejét. Kérlek, hogy engem is vezess át a gyászon, a sötétségen, és erősíts meg, és te töltsd be azt az űrt, ami a szívemben, életemben keletkezett. Megtört életemen keresztül, hadd ragyogjon fel a te gyógyító világosságod, és meleged Jézus Krisztus által. Amen. 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 Szeretett testvéreim, itt a római levél első fejezetéből, a 16. verstől olvasom, a 32. verssel bezárólag. 16. verstől a 32. verssel bezárólag hallgassuk Isten igéjét. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságokkal feltortóztatják az igazságot.
Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek, madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket, mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a nőkkel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévejgésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal, besugók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösök, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Nagyon köszönöm Csabának ezt a megemlékezést, hiszen valóban Isten úgy adta, hogy együtt harcoltuk meg ezt a nagyon nehéz életem talán eddigi egyik legnehezebb pillanatát. Dicsőítettük az Istent ebben a nagy mélységben, a halál árnyékának a völgyén. De milyen csodálatos, kérdezte tőlem a kedves testvérem, hogy miért a 16. verstől olvasom fel az igét, és ugye miért nem ott, ahol a mai napi ige szakasz kezdődik. Hát kedves testvéreim, azért, mert az elmúlt alkalommal, de ezeknek az alkalmaknak minden egyes pillanatában az evangéliumról szeretnék szólni. Mert ez Istennek az ereje, az üdvösségre. A Róma 1.16.17, ahogyan elhangzott, az egész római levélnek a textusa, hiszen az egész római levél tulajdonképpen erről a textusról való ige hirdetés. Ez a két vers summázza az egész levelet. Tehát minden egyes ige szakasznál előtt el lehetne olvasni ezt a csodálatos ige szakaszt. Hiszen az evangélium mondja el nekünk, hogy kicsoda Isten. Szent Ágostonnak a képével élve, ő az örök nap, akit az ember nem tud megközelíteni. Megközelíthetetlen, szentségben, világosságban lakozik. Ezért adta nekünk Jézust, mint fénysugarat, akin keresztül az éltető nap testet öltött,
közöttünk járt, lakozott, és ezért adja a Szent Lelket, aki által a napnak a melegét érezzük az arcunkon. Az igaz ember hitből él, ahogyan a Csia Lajos fordítás mondja, az igazságos ember a hite alapján fog élni, életének minden helyzetében, minden körülményében. Micsoda kiváltsága ez a hívő embernek, hogy a Krisztusba vetett hitünk által, azon keresztül mindenen át tudunk menni, átvisz bennünket az Isten, és eljuttat az üdvösségre. Ha az igaz, az Isten által megigazított ember a hite által él, mondja az ige, de mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik vagy nem ismerik az Istent, vagy megismerték, de elfordultak tőle? Ezeket az embereket mi hajtja? Miért, ki által, miért élnek? Mi az az erő, ami hajtja az ilyen embert, ami életének értelmet ad? Így is mondhatnám, hogy a nappal, az evangélium leírása után a mai ige szakaszunk bemutatja azt a sötét éjszakát, ahová a bűneink miatt jutottunk. És érdekes, hogy ez az ige szakasz éppen a Nemzeti Gyásznapon, október 6-án következett, amikor a kivégzett aradi 13 vértanúra és Batthyány miniszterelnökre emlékezünk. És feltesszük a kérdést, mire képes az ember Isten nélkül? Egyik ember kivégzi a másikat, megalázza, elveszi a legdrágábbat, az életét. Ezen a napon nem csak az én szívem, hanem az egész magyar nemzet gyászban van. De milyen csodálatos, hogy nem kell a sötétségben maradnunk. A mai ige szakasz elénk tárja az Istennek a haragját, a sötétségnek az okát, bemutatja a sötétségnek a működését, de megadja a szabadulásnak az útját is, amivel kezdtem ezt a szakaszt. Mert ilyen a mi Istenünk, hogy amikor sötétségbe kerülünk, bűneink miatt, hitetlenségünk miatt, akkor az Úr mindig készít előre, és ragyogtatja az evangéliumot az út elején, és az útnak a végén. Ebből a szemszögből közelítsük meg ezt a mai igét. Mert nyilván van az Isten haragja a mennyből, azaz az ösztönvezérelt, az istentelen életen nincs az Isten áldása, hanem az Isten haragja van rajta. De mit jelent az Istennek a haragja? Calvin így fogalmaz, hogy a harag szó antropopatikus módon a Szentírás szokása szerint az Isten büntetését jelenti. Mert Isten, amikor büntet, a mi felfogásunk szerint a haragvó arcát ölti magára. Nem jelöl tehát semmiféle indulatot Istenben, hanem csak a bűnhődő bűnösnek az érzületére vonatkozik. Egy másik teológus azt mondja, hogy az Istennek a haragja nem indulatosság, önuralmát vesztett dükkitörés és tombolás, mint amilyen a miénk egészen rossz pillanatainkban. Isten haragja nem is rossz hangulatból, vagy zsarnoki kedvtelenségből fakad, haragja csalódás, mert válasz nélkül marad szeretete. Éppen azáltal, hogy haragvóvá lesz, akarja értésünkre adni,
én forrón szeretlek benneteket, és éppen ezért szenvedek a ti hidegségetektől. Mert nyilván van az Isten haragja mennyből, az embernek minden hitetlensége, hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Bart Károly úgy fogalmaz, hogy Isten haragja az ítélet, amely alatt azért állunk, mert nem szeretjük a bírót. Ez az Istenre kimondott nem. Az Isten haragja azt jelenti, hogy Isten ítélete alatt van az ember minden hitetlensége, hamissága, és akik az igazságot a hamissággal feltartóztatják. Az az Isten haragja azt jelenti, hogy Isten nem az emberre, hanem az emberért haragszik. Az ember hitetlensége, hamissága, és az igazságot hamissággal való feltartóztatása esetén. És az Isten haragjában is ott van az evangélium. Mert Isten már itt a földön azért ítél, hogy ne legyen részünk az örök kárhozatban, az örök sötétségben, ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. De miért kerültünk ebbe az éjszakába? Három dolgot említ itt az apostol. Három dolgot, ez a hitetlenség, a hamisság, gonoszság, és végül az igazságnak a feltartóztatása. Isten a bűneset után rögtön adja a protoevangéliumot, az első evangéliumot, amit később hallottunk a római levélben, ami az Istennek az ereje az üdvösségre. Ezt az evangéliumot meg lehet ragadni hittel, de el is lehet utasítani. Mert a hitetlen ember nem bízik az Istenben, ezért nem is imádja Istent. Egy vákum, egy űr keletkezik az életében, és ez a vákum, ez behúzza a szívébe a bálványokat. Isten ítélete van, tehát az embernek a hitetlenségén, az Isten és az ember kapcsolatra mondja a hitetlenséget, és Isten ítélete van a hamisságon, amit így fordíthatnánk, hogy gonoszság. Az ember elszakadt Istentől, ezért elszakadt önmagától, a másik embertől is, a másik emberben vetítását látja, úgy viszonyul a másik emberhez, mint ahogyan Kain Ábelhez, és ez a kaini lelkület, ez folytatódik, sőt hatványozódik, Lámek így fogalmaz az énekében, embert öltem, mert megsebezett, ifjat öltem, mert megütött, ha 7-szeres a bosszú Kainért, 77-szeres az Lámekért. És nemhogy csökkenne az emberi gonoszság, hanem a végidőkben, amiben most vagyunk, a gonoszság megsokasodik, és éppen ezért a szeretet sokakban meghidegül. Aztán azt mondja az ige, hogy Isten ítélete van azokon, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. A hitetlen ember nem látja, nem akarja látni az igazságot, a valóságot, Jézust. És az itt található igazság nem fogalom, hanem egy aktus. A hitetlen ember nem fogadja el azt a diagnózist, amit Isten mond róla, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Nem fogadja meg Istennek a felhívását, hogy serkenj föl, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. A hitetlen ember, ahelyett, hogy megtérne, rendezné az életét, az igazságot megpróbálja, azt mondja itt az ige, erővel visszatartani, elnyomni,
ahogyan tette ezt a fáraó Izraellel, hogy ne menjen ki az Isten népe, erővel, hatalommal próbálja az Isten kezét megfogni, megkötni, vagy ahogyan tette ezt a sátán Jézus életében, próbálkozott a földi életfutásában, életpályáján, mindig ott volt Jézus mellett, hogy áthúzza az Istennek a tervét. És a legnagyobb diadal ittas akkor, amikor ott van Jézus a kereszten, az egész világnak a bűne rajta van, amikor Jézus kileheli a lelkét, és azt gondolja a gonosz, hogy ott tarthatja az Isten fiát a sötétségben, a halálban. És a nagypénteket az követi a feltámadás. Szétrobbantja Jézus a pokolnak az erőit, azt az erőt, ami az igazságot fel akarja tartóztatni. De nem sikerült, és nem is fog sikerülni, mert az Isten igéje, evangéliuma, az nincs bilincsbe verve. Isten szolgáit bilincsbe verhetik, szorongathatja az ördög körülmények által, nehézségek által, de az Isten igéjét, igazságát, evangéliumát nem tudja feltartóztatni, mert az megy tovább és végzi a maga áldott munkáját. Mi jellemzi az Isten haragja alatti életet? Ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert Isten megjelentette nekik. Azt mondja az ige, hogy senki nem védekezhet azzal, hogy én erről nem tudtam, mert Isten kijelenti az akaratát, ott hagyta a keze nyomát a teremtésben, a teremtett világban, ahogy Szent Ferenc mondja, róla beszél fű, virág, verebek és pacsirták, rügyező és lombos fák, a simogató szél, énekel a tarka rét, patak, folyó, vízesés, napsütéses, fénylő ég, ő a békesség. Érzem én is jóságát, szeretete illatát, béke legyen mindenkivel. Nála öröm vár. Csak Ferencnek volt vevőkészüléke arra, hogy meglátta, hogy minden az Istenről beszél. De ha valaki ezt nem látná meg a teremtett világban, akkor ott van a lelkiismeretnek a szava, amit Isten belénk helyezett. Ott van az Istennek az írott törvénye, amiben világosan ott van az Istennek az akarata. Mert bár az Isten megismerték, mindazáltal nem dicsőítették, mint Istent, sem neki hálát nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Az Istentől elszakadt ember gondolkodása hiába valóvá válik, és szíve elsötétül. Az igazak útja olyan, mint a hajnal világossága, egyre világosabb a délig, az Istentől elszakadt ember útja pedig olyan, mint az éjszaka. Egyre sötétebb és sötétebb. Mi jellemzi, kedves testvéreim, ezt az Isten haragja alatti sötétségben levő életet? Magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek. Az Isten nélkül élő ember öntelt, gőgös, a saját magának az istene. Messze van tőle az alázat, az a lelkület, amiről Luther így ír. Csak a börtönben levő lesz szabad, a szegény lesz gazdag, az erőtlen lesz erős, az alázatos magasztaltatik fel, az üres töltetik meg, és csak a semmik lesznek valamivé. A valamik pedig sokszor semmivé. És az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, madaraknak, négylábú állatoknak, csúszó-mászó állatoknak a képmásával, azaz az istentelen ember, az istentelen emberi szív bálványokat gyárt, azokat imádja. Mi a bálvány?
minden, ami Isten kivételével az első helyet foglalja el a szívemben, az életemben. A bálvány az mindig pótlék, mindig utánzat, soha nem ad boldogságot, megelégedést, hanem elpusztítja az embert. Mi a bálvány? Ami vagy aki a legfontosabb az életedben. Lehet ez pénz, karrier, szabadidő, egy másik ember, de lehet akár a vallás is. Annak okáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék. Isten az engedetlen embert kiszolgáltatja, átadja a saját hitetlen, sötét szíve kívánságainak. Ahogyan ezt a tékozló fiú történetében is látjuk, hogy ha szabadok akarunk lenni az atyai háztól, Isten elenged bennünket. De megtapasztaljuk a következményeket, amitől Isten óv bennünket. Arról beszél ez az ige szakasz, hogy a bűn az életnek a minden területét tönkreteszi. A hitetlenség, a gonoszság, az igazság feltortóztatása, az összefoglalása ennek a résznek, és utána kifejti azt, hogy a bűnnek az útján jönnek a szexuális perverziók, aztán a gonoszságnak minden fajta féle formája, amire az apostol a Galata levélben annyit mond, hogy ezek a testnek a cselekedetei. És aki ilyeneket cselekszik, az a halálra kerül. Kedves testvéreim, csodásan fogalmaz az énekíró, láma sátán serge talpon, szembe törni kész. Jól vigyázz, mert akit elkap, teste, lelke vész. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér. Zengje ajkunk, hozzád estünk győzedelemért. De az ige a sötétség után elénk adja a szabadulásnak az útját, amivel kezdtem ezt az ige szakasznak a felolvasását. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek, mert az Isten igazsága jelentetik ki abból hitből hitbe, amiképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Azaz, aki nem szégyelli az evangéliumot, azt Isten nem szolgáltatja ki a saját bűnös szíve vágyainak, és Isten megőrzi attól, hogy ilyen szégyenletes dolgokat tegyen. Vagy ha tett, akkor kiemeli, megszabadítja ezekből. Mert a hívő ember, nem Isten haragja, hanem Isten jótetszése, áldása alatt élheti az életét hitből. Mit jelent hitből élni? És dr. Sarkadi Nagypál így fogalmaz, a hit azáltal él, amit megragad, a hit kéz, amely elfogadja Isten ajándékait. A csillagásznak nem a távcső a drága, hanem a csillagos ég, melyet rajta keresztül néz. A hit élet. Élni kell belőle, mint a kenyérből. Az igaz, a Krisztus igazságát elfogadó ember hit által él. Itt a földön, bármennyire törekszünk is, a hit és a cselekedeteknek az összhangjára, soha nem lesz az teljes, mert ott az óemberi természetünk. Elbukunk, de nem uralkodik rajtunk többé a bűn.
Spurgeon azt mondja, hogy aki azzal dicsekszik, hogy tökéletes, az tökéletesen bolond. Nem uralkodik rajtunk a bűn. De amikor elbukunk, akkor is ragyog ránk az evangéliumnak a világossága. Luther így ír, egyetlen ember sem képes az ördög vádaskodását lelkiismeretében elhordozni, különleges segítség és megerősítés nélkül. Amikor az ördög az embert egyedül találja otthon, rövidre fogja a dolgot. Elénk tart egy tagadhatatlan igazságot. Tudnélik, hogy vétkeztünk. Vele van két fedhetetlen tanúja, Isten parancsolata és a lelkiismeretünk. Ellentmondásra képtelen vagyok. De ha igent mondok a vádra, mint ahogyan tennem kellene, akkor a halálé és az ördögé vagyok. Hazudik, amikor a kétségbeesés felé űz engem. A mennyből való szabadítás és segítség ideje ez. Olyan szükség, amelyben egy testvérnek kell Isten írott igéjével melletted állnia, vagy pedig magának a Szentléleknek kell ilyen igéket eszedbe juttatni és így szólnia, az ördög rábírt az igenre, de most fordulj Krisztushoz, aki a te igen szabadat vérével semmissé tette, amely így nem fog neked ártani, hogy elmondhass, Krisztuson kívül bűnös vagyok, de nem vagyok bűnös Krisztusban, mert ő az én vétkemet vére által eltörölte. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Kedves testvéreim, ez a mai ige szakasz a sötétségnek a működéséről beszélt, de felszólít, hogy ki a sötétségből. Van szabadulás a bűnnek a sötét éjszakájából, a Jézus Krisztusba vetett hit által, amiről az evangélium szól. És én, amíg itt a földön leszek, amíg Isten tart, addig ezt a csodálatos evangéliumot szeretném hirdetni. Minden teremtésnek, magamnak elsősorban, de mindannyiunknak. Ahogy az énekíró fogalmaz, bár vétkem súlya nagy, mégis hozzád jövök. A bűnnek gyűlölője vagy, de kegyelmed örök. Az én erőm kicsiny, s a bűn erős nagyon. Te tudsz és akarsz segíteni. Hát segíts bajomon. Most pedig egy pár kérdést fogok feltenni, amire a beszélgetésben válaszolhatunk, saját életünkre alkalmazhatjuk. Meglátom Isten kezenyomát a teremtett világban, az életemnek az eseményeiben, körülményeiben. Mit tehetünk, ha olyan emberek között élünk, amiről ez a mai ige szakasz beszél? Mit tehetek, hogy kikerüljek a sötétségből? Istennek a haragja, vagy az áldása alatt élek? Mire nézek? A fényre, vagy az árnyékra? Drága Urunk, köszönjük neked, hogy nincs az a mélység, ahonnan nekiállhatnánk hozzád. Te bíztatsz bennünket, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Dicsérni szeretnénk téged, mert annyiszor kimentettél bennünket a bűn éjszakájából, a sáros fertőből, és sziklára állítottad a lábunkat. Magasztalunk az evangéliumért, Jézusért,
a benne felkínált új életért, amit megköszönünk és megragadunk. És kérjük, hogy te győzd le bennünk a bűnt, az óemberi természetet, hogy ne hozzunk szégyent rád életünkkel, szavainkkal, cselekedeteinkkel. Segíts hitből élni, benned bízni, rád támaszkodni, és a te lelked teremje meg életünkben a Szentlélek gyümölcsét. Annak nevében kérünk, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Amen. Oly messze volt, még messze tűnt.